Kedves nézőim, most, hogy a híradót mindenki megnézhette, és visszamegyünk egy kicsit az időben, megnézzük, hogy mi történt május 1-én, mégpedig Szanyi Tiborral, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom miniszterelnök jelöltjével, és Deák Alba Ádámmal, szóvivővel, zuglói képviselőjelöltel. Egy szép jó reggelt kívánok! Na szóval akkor mi volt május 1-én? Néztem a közösségi oldalon, hogy ültek teraszon, táblákkal a kezükben. Milyen volt ez? Igazából több rendezvényt tartottunk egyszerre. Hát kezdtünk Üllőn, ahol bejelentettük ugye Székely Sándorral, a parlamenti képviselőnkkel egyetembe, és Bíró Zoltánnal, a Pest megyei 7-es választókörzet jelöltjével, hogy a 250 ezer forintos minimálbérért elindítjuk az online aláírásgyűjtésünket. Utána Szanyi Tibor miniszterelnök jelölt úrral tartottunk egy-egy beszédet a Városligetben, ugye az a legadekváltabb helyszín május 1-én. Majd a Lendvai utcai Fidesz székházhoz vonultunk, ahol Huszti Andrea pártelnök asszonnyal szintén egy sajtótájékoztatót tartottunk, ahol hivatalosan is bejelentette az elnök asszony, hogy elindítjuk ezt a 250 ezer forintos minimálbérért az aláírásgyűjtést, és utána pedig, mivel ugye tüntetések hiány, vagy illetve hát nem lehet tüntetni még sajnos, egy belvárosi teraszon táblákkal fejeztük ki az akaratunkat, illetve a politikai vágyainkat egy-egy pohár sör mellett. Röviden erről szólt. Mi volt egyébként a Ligetben? Tehát volt most valami mozgás? Nem, hát ott néhány futó ember volt mindössze, bár a Ligetben ott van egy emléktábla, ez az Ajtosi Dürer fasor és a Dózsa György út sarkán van. Nem akarok itt korahajnalban történészkedni, de azért Ádámot tartott egy végülis történész igényű beszédet is. Ez az emléktábla 1890-re utal, amikor az első magyar május 1-e volt. Én magam megdöbbentem, bár több forrásban is ellenőriztem, 60 ezer ember jelent meg 1890-ben ott a Ligetben, és tulajdonképpen azóta egy ikonikus hely május 1-e szempontjából. Most 60 ezer ember, az már oda se férne. Tehát ez olyan tömeg, és akkor még a kb. Félmilliós Budapesten azért ez egy őrült nagy szám volt. És ugye maga a tény, hogy 4 évvel azelőtt voltak a chicagói események, és ugye annak emlékére volt ez a megmozdulás. Úgyhogy csak 1891-től volt hivatalos ünnep, a munkaünnep, a munkások ünnepe. És akkor belegondoltam abba, hogy hova lett tulajdonképpen az a szolidaritás, ami akkor megmutatkozott, és tulajdonképpen kicsit úgy éreztem, és ezt említettem a magam beszédjében, hogy ez a társadalom most úgy viselkedik, mint a béka, amit úgy szép lassan megfőztek a fazékban. És igazából a mi mozgalmunk, a mi pártunk azért arról is szól, hogy amíg életben lévő békák, ugorjunk már ki abból a fazékból, mert ez így nem lehet. És ez a bizonyos 250 ezer forintos nettó minimálbér, amiről Ádám beszélt, abból a szempontból nekem egy fura dolog, hogy 1890-ben a 8 órás munkanap volt a tét. És akkor tulajdonképpen mindenki azt mond, mindenki, hát a dolgozókat leszámítva mindenki más azt mondja, hogy ó, hát ez lehetetlen. És lehetett. Most a 250 ezer forintos minimálbérre mondják páran nagyon sokan ilyen Stockholm-szindrómás figurák, hogy lehetetlen. Nem lehet. Kérem tisztelettel, nem azért, mert hogy most itt eljátszom a művelt marxistát, hanem egyszerűen csak tényszerűen mondom, hogy a munkabér az hajszál pontosan annyi mindenütt a Földön, amennyit a melósok kiharcolnak. Ha 250 ezeret fognak kiharcolni, akkor annyi lesz a minimálbér. Értettem. Mikor indult az aláírásgyűjtés? Múlt héten akkor? Ez vasárnap, május 1-én. Vagy szombat volt már, Szombat. És azért már érkeznek be a aláírások? Biztos, tekintetlenül, hogy én már aláírtam, tehát ebből a szempontból ezt tutira merem mondani. Most egyébként pont a mai nap fogjuk áttekinteni, hogy mi van, ugyanis a korrektség kedvéért nem mi kezeljük az aláírást, mert egy külön jogi konstrukció van, tehát majd meg fogom nézni, de én nagyon bízom benne, hogy van. Ez most az online rész, ez kénytelen kelletlen online, és majd kíváncsi leszek arra, hogy amikor beindul a papír alapú gyűjtés, hogy az mit fog hozni, és
a teraszt, ahogy Ádám is említette, ugye egy belvárosi teraszon voltunk. Elhatároztuk, hogy tényleg azokat a közösségi helyeket fogjuk meglátogatni minden egyes településen, főképpen a kis településekre hajtva, ahol az emberek vannak, hát ez egyébként az angolban a pub, az a public place-ből jön, tehát hogy a közösségi hely. Ez mindenütt, minden településen, a presszó, a kocsma, nevezzük, ahogy akarjuk, vagy kis vendéglő, nagy vendéglő, bármi az égvilágon. Olyannyira, hogy nem csak mi megyünk, hanem már sok meghívást is kaptunk. Nekem ezek közül azt tetszik a legjobban, hogy a Gyömrői vasútállomás 4-es számú vágánya mellett egy büfében fogok találkozni néhány emberrel, de ettől függetlenül mindenhova, máshova is megyünk, részint hívásra, részint saját kezdeményezésre. És tulajdonképpen ez lesz a nagy gyaloglásunk, a nagy menetelésünk, mert ezt azért nem feltétlenül autóval fogjuk megtenni, hanem egyik kis településre, a másikra azért igyekszünk gyalog átmenni, hogy nézzük azt, hogy a két település között mi történik útközben. Értettem. Zuglói képviselőjelöltként fog elindulni. Mit gondol arról, hogyha véget ér ez a ingyenes parkolási rémálom, ami egyébként tényleg szerintem nem a legszerencsésebb ötlet volt. A kerületben a parkolás az egy sarkalatos probléma. Ez így van, sőt, egyre inkább bővítik ennek a csendes pihenő lakóörvezetekbe, egyre több fizetős parkolózónát tesznek ki. Ugye elvileg, hogy ne hagyják ott az autót, de sajnos ez a gyakorlatban nem működik. Ez ugye egyik legkomplexebb kérdés a következő 10 évben, hogy hogyan oldjuk meg a közösségi közlekedés, illetve a magánszemélygépjármű használat arányát. Nincs mindenre megoldás, az egy biztos, hogy szerintem kijebb kell szorítani a városból az autókat. Ez egyik legfontosabb. Nézzük meg egy jó példa Brüsszel, ahol 15-20 éve ugye személygépkocsi forgalom volt a belvárosban, ma már gyakorlatilag nem nagyon lehet Brüsszelbe behajtani autóval, de akár holland példákat is lehetne hozni, vagy számtalan egyéb várost. Nekem alapvető célom az, hogy mondjuk egész Budapest tekintetében is próbáljuk meg jobban elmozdítani a kerékpár, előre mozdítani a kerékpár használatot, illetve a közösségi közlekedést. Budapestnek, bármennyire is szeretjük szidni, kiváló a közlekedési hálózata. Sűrű, gyakran járnak, éjszakai van. Nincsen igazából szükség arra, hogy valaki mondjuk Zuglóból a Deák térig használja a gépkocsiját. Ez a véleményem, hogy ezt valamilyen komplex megoldással kell majd akár az akkori budapesti vezetéssel megoldani. Akkor most nézzük a miniszterelnök jelöltöt. Fudan Egyetem. Mi a párt véleménye? A párt véleménye az, hogy mi örülünk minden oktatási intézménynek. Én személy szerint még ezt hozzá szoktam tenni, hogy akár hiánypótló is lehet az, hogy egy olyan egyetem, ami magát vallotta marxistának tekinti ilyen szemlélettel oktasson Budapesten. Ez a marxizmus, ez szitokszóvá tették itt Magyarországon, meg lehet, hogy más kelet-európai országban. Azért azt lássuk, hogy a világ többi részen, fejlett részeken, Amerikában, Nyugat-Európában ez egy igazi tantárgy. Tehát ez nem ilyen gagyi tantárgy, hogy ismerd meg azt is, hanem ez egy tantárgy. Az a konstrukció viszont, ahogy a magyar kormány ezt csinálja, az szerintem tébolyda és végtelenül előnytelen. Majdnem azt mondom, hogy normális helyeken a bíróság erre azt mondaná, hogy ez egy érvénytelen szerződés, annyira előnytelen. Tehát a helyzet az, hogy a magyar kormány vesz föl Kínától egyébként nem egészen tisztességes, átlátható módon, de azt tudható a magas kamatozású és hosszú távú hitelt, hogy ebből fölépítsen tulajdonképpen a kínaiaknak egy kampuszt. Én azt gondolom, hogy ez nagyon nem szép dolog. Ettől függetlenül én önmagában azt, hogy egy jó nevű egyetem Magyarországon oktasson, ez ellen senkinek nem lehet semmiféle kifogása. Bár ez a Fudan Egyetem, erre szokták mondani, hogy ugye ez még 1910 óta létezik, ha jól tudom.
és jelenleg azt mondják, hogy magánegyetem, most ilyen Magyarországon is a magánegyetem, az összes az lett most hirtelenjében. Viszont azért annyit hadd pörköljek oda, hogy azért nem lehet egy lukból kétszeret fújni, mert lehet szidalmazni ezeket a kuratóriumokat, és én magam is azt mondom, hogy nagyon kockázatos dolog egyetemi oktatást alapítványi formátumba tenni. Most mi van akkor, hogy az alapítványnak megszűnik a finanszírozása, mert az odaadott vagyon nem működik, vagy rosszul működik, vagy bármi ilyesmi, tehát itt állami garanciák kellenének. De az, hogy már van olyan ellenzéki prominens, aki beült ezekbe a kuratóriumokba, például Miskolcon, azért én azt gondolom, hogy... meg Pécsen, szóval azért ezek nem szép dolgok. Mi azt mondjuk, hogy a Fudan Egyetem, mint olyan egyetem, yes, a adott konstrukció no. Egy megjegyzést szeretnék ezt hozzátenni. Tehát igazából az elmúlt 10-15 évben mindig, ami történt a városban, az országban, az betonba, beton köbméterbe fejeződött ki. Nekem a nagyon nagy problémám, hogy azt látom, hogy folyamatosan csak építkezések zajlanak, és nem az élhető terület lesz több a városban. Tehát állandóan óriási betonmonolitokat építünk a Ligettől elkezdve bárhova. Igen. Így is kell nézni, hogy az ott fog állni 50-100 évig, és nem lehet vele mit csinálni. Világos. Jó. Értettem. Azt tudjuk csinálni, hogy ma ugye megnézzük, hogy hogyan áll a online aláírásgyűjtés, akkor most fenyegetek útszintén, mert ezt ma az egyik vendégemet megfenyegettem, visszavárjuk. Önként jelentkezünk. Értettem. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Nagyon szépen köszönjük.